hogy szép nyári délután kinéznék az ablakon, s észrevenném bizonyám, hogy odakint van a cicám. Mi van ebben érdekes? Kérdezed most biztosan. Semmi, semmi, csak tudod, a negyediken lakunk, s onnan fentről végzetes, hogy mire néz az ablakunk. Cica fejre, igen ám, de nagyobbra, mint az ablak, vagy mint az egész szobám. És ez a fej meg nem áll, fencezik, gyakorol, szaltózik és meghajol, minden mutatvány után óriási artistává növekedett a cicám. Mi lesz ebből, nem tudom, talán egy előadás, mindenki a kis cicámat nézi, milyen óriás, milyen hajlékony, ügyes, s amikor nyújtózkodik, szaltózik a házak felett, mindenki sóhajtozik. Mi lesz ebből, nem tudom, talán egy találkozás, aki látja, mint kitódul, szűk az emelet, lakás, mindenki a házak között ugrál és bukfencezik, s közben szóba elegyednek, úgyhogy észre sem veszik. Mi lesz ebből, nem tudom, talán egy kirándulás, cica háton elfér minden családtag és indulás. Anya, apa, cica fülel, szorít, úgy fogóckodik, mögöttük a három gyerek, szőrén üli a pacit. Ugye jó volt, mi lenne, ha visszaváltozna cicám, asztalomon nyújtózkodna, s fenn a polcon bizonyám. Milyen ügyes, milyen óriás, így lelkendeznék lehet. Bukfencezni tanítanám, s hívnám anyát, hívnám apát, hívnám a testvéremet, hogy a kis cicám nézze meg.